Lényegében a Minecraftnak nincsen lényege, ezt tudom mondani. Egy olyan játék, ami egy szabad világban játszódik, lásd Ádám és Éva paradicsomban, tehát egy vadonban, ahol igazából az a cél, hogy nincsen cél. Bármi a cél, amit az ember kitalál, amit megálmodik, amit meg akar építeni, el akar érni. Lényegében ez egy ilyen sandbox típusú, tehát ilyen homokozó, csináld azt, amit akarsz játék. Eredeti pontpixonális. Mennyire tetszik ez a lehetőség? Korosztály igazából meglepő, mert igen vegyes. A 6 éves gyerek, az előbb az anyuka ide, hogy a 6 éves gyereke megtanult írni, olvasni a Minecraft miatt, hogy tudjon vele játszani. Illetve nem ritka az 50 éves játékosunk is, hogy nagypapa játszik a gyerekével, tehát nagyon vegyes. Persze a célközönség és a főkorosztály az ilyen 10-12-13 éves. Volt egy kvízműsorunk, ami lényegében a játékról szólt, hogyan lehet összerakni dolgokat benne, ezt tudták kitölteni, illetve megkerestük a játéknak a magyar hőseit, a magyar szereplőit, a Norbiót, a Jameset, a Wimmart, ők igazából, akik ennek az arca ennek a játéknak ma Magyarországon, és ők azok, akikkel lehet fotózkodni, beszélgetni. Lényegében egy közösség találkozó szerintem, ami kicsit nagyobb lett, mint gondoltuk. Nagyon sokan jelezték azt, hogy csak azért jöttek fel, hogy egy pólót vegyenek, hogy egy egérlátétet vegyenek. Én azt tudom ezen bejelenteni, hogy nagyjából egy hívó lesz egy webshopunk, amiben ezeket a ajándékokat meg lehet venni interneten keresztül, a honlapunkon keresztül. Van ugye több ilyen informatikai kiállítás ma Magyarországon, és kitaláltuk mi is, hogy megpróbálkozunk egy ilyen rendezvénnyel. Mi próbáltunk, vagyis készítünk egy olyannal, hogy felmértük a igényeket. Tehát készítünk egy kérdőivel, amiben is egy 300-400 ember jelzett vissza, hogy ő részt vesz a rendezvényünkön, és nagyjából egy 500 emberre készültünk. Ez nem így lett, mint a mellékelt ábra mutatja. Népszerűségünket igazából teljesen alábecsültük, és ennek köszönhető az, hogy az ezeddel a karszalag az délelőtt 11-kor elfogyott, illetve minden más ajándék, amivel készültünk, az elfogyott, és ezután is szeretnék elnézést kérni minden kedves szülőtől és gyerektől, aki nem tudott időben igazából, vagy csak kezdve bejutni a rendezvényünkre, hogy mi saját rendezvényt fogunk-e ismét rendezni. Biztosan fogunk, hogy mikor azt még nem tudom igazából megígérni, de sokkal nagyobb rákészüléssel azt megígérhetem.